A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a szakma kiváló tanulója versenyt. A diákok először a vármegyénként megrendezésre kerülő területi előválogatókon, a továbbjutók az országos válogatón bizonyíthatják tudásukat. A Tolna megyei szakképzési centrum Váj Péter szakképző iskolájának diákja Varga Dorina már a döntőre készül. Ő végzős tanuló a Vájban, pincér vendégteri szakember szakmában. Első lépésként egy területi írásbeli válogatón vett részt. Az országon, ezt minden megyében a kamarák szervezik ezeket a válogatókat. 154 tanuló jelentkezett országosan. A következő lépés ebből a írásbeli válogatóból a legjobb 11 tanuló jutott a központi középdöntőbe. Ez már nem írásbeli feladatokból állt, hanem gyakorlati és elméleti tudásukat kellett megmutassák a tanulók, prezentációban portfóliót előadni, aztán élő munkában négyfogásos ételszort felszolgálni hozzá italfelszolgálással, koktélkészítéssel, kevert italok készítésével, palackos bort felszolgálásával, valamint egy díszasztalt kellett készíteni előre meghatározott alkalmakból. A versenybizottság kijelölt egy konkrét alkalmat, amit az összes versenyző 11 diáknak önállóan menükártyát kellett készíteni rá, és díszterítést. Ez volt a nagy válogatóverseny, ami alapján 5-en jutottak a végső célba, a szakmasztár döntőjébe, és köztük nagyon nagy dicsőségünkre és megelégedésünkre Dorina is. Hátradőlni, megpihenni nincs idő. A fiatal diáklány javában készül az április 24-én kezdődő döntőre. Hasonló feladatok lesznek, mint a középdöntőben, de már sokkal koncentráltabban, sokkal inkább a versenyzők kreativitására és az egyéni helyzetfelismerésükre fognak a feladatok irányulni. Nem előre meghatározottak, hanem a spontaneitás és a kreativitásuk lesz a döntő, a szakmai tudáson kívül természetesen. A TMSC Váj Péter szakképző iskolájában nagy hagyománya van a versenyen való részvételnek. Idén az iskolából Dorina az egyedüli, akinek sikerült a döntőbe jutnia, ami nagy büszkeséggel tölti el a diáklányt. Előtte még úgy voltam vele, hogy nagyon kíváncsi leszek a többiekre, hogy teljesítenek. Ez miatt féltem is, félelem volt bennem, de amikor oda került a sor, hogy szemtől szembe találkozhattam a többi tanulóval, akkor kicsit megnyugvás volt, hiszen nem tűntek sem jobbnak, se rosszabbnak, tehát úgy gondoltam, hogy a tudásom legjobbát hozva sikeres lesz. Amikor idegen nyelven kellett, nem is maga a munkafolyamat, hiszen az rutinos, ahogy itt is dolgozunk, meg gyakorlunk, viszont maga az, hogy német nyelven kellett ezt lekommunikálni a vendégekkel, és számomra idegenek voltak, tehát ez nehezebb volt egy kicsit. Nagyon elszánt vagyok, és remélem, hogy ott is ugyanilyen jól fogok teljesíteni, és hogy kiemelkedő leszek, és másabb leszek, mint a többiek. Szeretném megnyerni, meg szeretnék az elsők között lenni. Igazából, amikor a szakmára jelentkeztem, akkor még nem igazán tudtam, hogy mi is az én területem, hiszen leérettségiztem, utána elveszett voltam, és amikor megtaláltam a szakmát, akkor számomra így az idő haladtával ez egy megnyugvás volt, és éreztem, hogy talán ez az én szakmám, ebben kell dolgozzak, és a gyakorlat, meg az iskolai oktatóm által ez be is bizonyosult. A pincér területén mindig van hova fejlődnünk. Igazából folyton a mai trendeket követve próbálok minél több tudást elsajátítani, és ez mindig változik, szóval mindig tanulunk valami újat. A döntőbe jutott tanulók látványos versenyét Budapesten rendezik meg április végén.